tettedért könyörgünk, képesítsél a szolgálatra. Áld meg a gondolatvilágomat, hajkaimat megfelelő szavakat adjál, és különösképpen áld meg a hallgatóságot. Köszönjük, hogy jelen leszel Jézus által. Amen. Még egyszer szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, meghívlak, hogy Isten dicsőítésére az 5-ös számú éneket énekeljük, az üdvös advent énekes könyvből. 5-ös számú ének. Mennyei, jó édesatyánk! Hálás a mi szívünk ezért az újabb alkalomért is, amikor kegyelmedből itt lehetünk szent hajlékodba. Köszönjük szépen, Urunk, eddigi vezetésedet, gondviselésedet, szeretetedet, amelyel elhalmoztál bennünket mindezidáig. Köszönjük szépen ezt a szép szombatnapot, amit adtál a mi számunk. Köszönjük szépen, Urunk, jelenlétedet közöttünk ez alkalommal is. Arra kérünk, Urunk, hogy áld meg itt létünket. Áld meg az egész közösséget. Urunk, áld meg az ígét, az ígének szólóját. Adj nekünk, Urunk, értelmet, bölcsességet, hogy megértsük drága üzenetedet. És a mindennapi életünkbe, kivitelbe is tudjuk vinni. Urunk, légy világszerte a gyermekeiddel, a te népeddel. Urunk, éreztess szent szombatnapi áldásodat mindazokkal, akik téged keresnek és téged hívnak segítségül. Urunk, hisszük, hogy meghallgatod gyenge kérésünket, mert Jézusunk drága szent nevébe kértünk. Amen. A
Az 1863-as év egyik szombatján Ellen G. White és sátoros összevetelen vett részt, amikor egy éppen belépő családra figyelt fel. Néhány héttel ezelőtt már látta őket egy látomásban. Látta, hogy Isten ügyének bátor szolgái lesznek. Maud Cicely Boyd egyike a család több gyermekének. 16 éves korában már az egyház kiadójánál dolgozott. Egy délután, miközben imádkozott, egy hang rá kérdezett: kész vagy az Úrért bármit megtenni? Miközben ott térdelt, tudta, hogy még nem adta át magát teljesen. Mintha nem tudta volna kinyögni a választ: igen, Uram, bármit megteszek, amit csak kérsz. Maud sírva imádkozott, de nem történt semmi. Végül úgy éjfél fele vallomást tett: ó, Uram Jézus, szeretlek téged, mégsem tudom magam teljesen átadni neked önerőből. Kérlek, tedd meg te ezt érettem. Azonnal nyugalom költözött szívébe. Még másnap reggel levelet kapott a generálkonferenciától, amelyben felkérték, hogy utazzon Svájcba és segítsen Andrews lelkésznek. Lehet, hogy Isten éppen most szólít meg téged, hogy add át magad teljesen. Szeretnél Maudhoz hasonlóan válaszolni? Ne feledd! Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énnyét megtagadva szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet él. Tegyük félre vágyainkat, Isten legyen az első. A mai adományok a gyülekezet költségvetését támogatják. Mennyei jó atyánk, hálával állunk meg a te szent színed előtt, ezen délelőtti alkalommal. Köszönjük te néked azt, hogy elvezettél bennünket ide a te lábaidhoz. Köszönjük az egész héten elvett áldásokat, amelyekben részesítettél bennünket. Köszönjük azt, hogy erőt adtál, egészséget, munkalehetőséget. És köszönjük, hogy meg tudtuk szerezni mindennapi kenyerünket. Köszönjük, hogy te még annál többet is adtál számunkra is. Indítottad a mi kezeinket, hogy elhozzuk a te néked járó részt. Kérünk, hogy te áld meg, és juttasd el ezt a rendeltetési helyére, hogy ezáltal is sok lélek megismerjen téged, és megtérjen te hozzád. Kérünk, hogy az otthon maradt részt is áld meg, és adjad, hogy bölcsen tudjuk felhasználni, észrevegyük a nélkülözőket, és tégy bennünket bőkezű, adakozó gyermekeiddé. Mindezeket a Jézus nevében kértük. Amen. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a közösséget az Úr Jézus nevében. Hálás vagyok Istenem iránt, hogy együtt lehetünk. Együtt tanulmányozhatjuk a Szentírást, fedezhetjük fel Isten szeretetét, kegyelmét. Hálát adhatunk a gondviselésnek, amit tapasztaltunk az elmúlt hét folyamán, és hogyha úgy érzed, hogy ezt még nem tetted meg, akkor adok egy lehetőséget, hogy most csatlakozz Istenhez, és mondd meg neki, hogy hálás vagy iránta. Köszönd meg neki a gondviselést, és a rengeteg áldást, amivel elárasztott téged az elmúlt hét folyamán. Vigyázott rád, megtartotta életedet, megőrizte életedet a koporsótól, és még itt vagy. Az ő házában vagy, ez egy különleges kegyelem. Sokan szeretnének itt lenni, egészségügyi okok miatt nem lehetnek itt, talán a közösségi hálón követnek bennünket. Imádkozzunk érettük is. Isten enyhítse a fájdalmakat, és gyógyítsa a betegeket. Egy harcról fogok beszélni ma reggel. Egy harc, amit érzek az életemben, tapasztalom. Nem egy olyan valamiről beszélek, amit ne tapasztalnák. Ezt én is tapasztalom, ezt a küzdelmet és ezt a harcot. És ez a küzdelem az a jobb között és a több között van. A jobb és a több. Nektek milyen élet kell? Több év vagy jobb év? Erre az a válasz szokott jönni hozzám, hogy mind a kettő. Több is kell, de jó is legyen. Biztos vagyok abban, hogy te is érzed ezt a harcot, mert a hétköznapjainkat ez a harc jellemzi. Egy olyan társadalomban élünk, amely mintha a még többre lenne kiélezve. Még többre. A jobb helyett többet akarunk. És úgy tűnik, hogy már csak ez számít igazán ebben a posztmodern társadalomban. Ebben a posztmodern társadalomban nem azon van a lényeg, hogy jó legyen, hanem azon van a lényeg, hogy több legyen. Életünket ez a fast forward, vagyis a gyorsan előre, egy ilyen üzemmódra vagyunk ráhangolódva, hogy gyorsan és minél többet. Erre vagyunk rákapcsolódva. És látszólag már senkinek sem marad ideje odafigyelni az apróságokra, az élet apróságaira, az élet részleteire és az élet minőségére. A lehető legtöbb kell. Nagyon sokunknak a lehető legtöbb kell. Több tárgy, legyen minél több tárgy, legyen minél több pénz, legyen minél több történés. Veszitek észre, hogy a gyerekek nem tudnak megállni anélkül, hogy történés legyen. Ha nincs történés, azonnal a telefont fogják a kezükbe. Kell a történés. Így vagyunk mi is. Középkorúak és idősek egyaránt. Kell nekünk a történés. Kell nekünk a tapasztalat, kell nekünk a több ember, kell nekünk a több követő. A technikai szobát megkérdezem, mi a lényeg most? Ha nézitek a képernyőket, mi a lényeg? És ha egy követ, és ha a Facebookra kiteszel egy képet, és egy lájkot kapsz, wow, az sok, nem? Mi a lényeg mindenhol a közösségi hálóban, vagy az élő közvetítésekben? Mi a lényeg? Mondjátok meg nekem, mi a lényeg péntek este az Isten tiszteleten? Ima órán, szombat délután. Mi a lényeg? A lelkésznek mi a lényeg? Hányan vannak? Hányan jöttek? Mindenhol ez jellemzi az életünket, hogy többen legyenek. Az üzletembernek mi kell, kérdezem én. Mi kell az üzletembernek? Több szerződés, több kliens, több jövedelem, nem? A politikusnak mi kell? A politikusnak több hatalom, több szavazat, több támogatás, igaz? A nyugdíjasnak mi kell? Több nyugalom, ez nagyon jó, ez a minőségi élet. De hogyha a postás azt mondja, hogy több a nyugdíj, az se rossz, nem? Mi kell a gyereknek? Hát a gyereknek több játék. Több játék, és nem a játékot, amikor a játéknak nevezem, akkor ne ilyen babákra, plüssbabákra gondoljatok, hanem több játék a telefonon.
több játék. Mi kell a feleségnek? Hát a feleségnek az bonyolult. Tehát ott több. Mi kell a férjnek? Hát a férjel azt egyszerűen megoldod, mert azt mondod, hogy több lóerő az autóba, és akkor megvan oldva. Hogyha több lóerő van az autóban. Mindenhol ez jellemzi az életünket, hogy több. Több négyzetméterre vágyunk, és több olyan emberre, aki értékel bennünket. És hogyha lehetséges, most augusztusban vagyunk, én már fel voltam lelkileg készülve, hogy eljövök, gyülekezetben leszünk egy jó néhányan, de hát kellemesen megleptetek. Több szabadnapra álmodunk augusztusban, nem? Több szabadságra álmodunk. Nem az a fontos, hogy jó legyen, hanem hogy sok legyen belőle. És ha rosszul érezzük magunkat a többtől, akkor ez elmúlik több gyógyszerrel. Egyeseknek, a fiataloknak főleg sajnálatos módon több kábítószerrel, vagy alkohollal. Több van, de több kábítószerrel és alkohollal elmúlik. Több erőt, több gazdagságot, több hírnevet, több elismerést, és ha lehet, főleg most Kolozsváron több szórakozást. Több szórakozást. Még többet a végletekig. A modern élet mennyiségben és forgalomban mérendő. A modern élet a látottakra, a kellemesre, a kipróbáltra és a változatosra korlátozódik. Nemrég olvastam egy cikkben azt, hogy Amerikában az utóbbi 50 évben háromszorosára nőtt a lakóházaknak a hasznos tere, a négyzetméter. Háromszorosra nőtt. És a továbbiakban is egy ilyen növekvési tendenciára mutat. Egy átlagos amerikai nő, tudjátok hányszorta több ruhával rendelkezik, mint a nagymamája? Négyszerte több. És mégis tovább vásárol magának. Azt mondják, hogy az Egyesült Államokban egy átlagos lakásban nagyjából 300 ezer tárgy található. Lakói azonban továbbra rendelnek. Online rendelnek. Mert a 300 ezer tárgy a lakásban az nem elég. Még több kell. Egyház tagokként, központi és helyi szinten milyen vágyaink, elvárásaink vannak az egyháztól? Nyilvánvaló, hogy mi is többet szeretnénk. Soroljam, több projektet, nagyobb jelenlétet, több keresztséget, több missziós projektre szánt pénzt, igaz? Legyenek az evangelizációkon többen. Hát, hogyha könyveket kell eladni, és a könyvevangelisták adjanak el, minél több könyvet, vagy osztogassunk ingyen, minél több könyvet. Bizonyos mértékben ez érthető is, viszont a döntéseinkben nem szabad megfeledkezni egy dologról. Az elv a következő. Nem csak többre, hanem jobbra is vágynunk kell. Nem csak mennyiségre kell vágyni, hanem minőségre is. A Bibliában találkozunk olyan esetekkel, amelyek során megfigyelendő az, hogy Isten a mennyiséggel ellentétben a minőséget részesíti előnyben. A minőséget, vagy a minőségre fektet hangsúlyt. Erre helyez hangsúlyt. Próbáltam kiválasztani néhány olyan bibliai esetet, ahol a Bibliában nagyon világos ez az elv. Istennél nem a mennyiség a fontos, hanem mindig, de mindig a minőség a fontos. Emlékeztek Dávid népszámlálására? Dávidnak támadt egy ötlete. Honnan támadt ez az ötlet, hogy megszámolja a népet? A Biblia elmondja nekünk.
Krónikák könyve szerint azt mondja, hogy támada pedig Sátán Izrael ellen, Sátán támada Izrael ellen, és felindítá, direkt Sátán felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. És Dávid, emlékeztek, enged ennek a kísértésnek, ezért megpróbálta önmagának és talán a környező népeknek is bebizonyítani azt, hogy a zsidó nép katonai ereje milyen. Mennyiség, sokan vannak. Milyen sokan vannak. És az erő és a győzelem az a hadsereg létszámának köszönhető. És a zsidók haderejének azonban Isten áldásaitól kellett volna függővé válnia. Tehát a zsidó hadsereg tudatában kellett volna legyen annak, hogy az ők erejük nem a mennyiségtől, nem a számtól függ, hanem az erejük az Istentől származik. A hangsúly nem a katonák számán kellett volna lennie, a hangsúlynak. Ellen White-nak van egy idézete, amikor magyarázza ezt a népszámlálást, Dávid népszámlálását, és azt szeretném elétek tárni ma reggel. Ellen White a következőképpen ír Dávid eljárásáról. Tanulhatunk ebből. Azzal a céllal, hogy hódításait az idegen népekre kiterjessze, Dávid elhatározta, hogy megnöveli hadserege katonáinak létszámát. A katonai erőforrásoknak ez a növelése azonban azt a benyomást keltette volna az Izrael körülvevő népekben, hogy Izrael bizalma nem Jahve hatalmában, hanem saját hadseregében van. Ellen White nagyon tisztán elmagyarázza, hogy hol volt a gond ebben a népszámlálásban. A hangsúly nem Istenre került, hanem a hangsúly a katonai hadseregre, a mennyiségre, a sokra, hogy milyen sokan vannak. Veszitek észre, nem változott egyáltalán a világ. Sem Amerika, sem Oroszország, sem Izrael nem változott. Mindenki mit szeretne a katonai hadseregtől? Sokan legyenek. Minél többen legyenek. Nincs semmi új a nap alatt, mondja Salamon. Csak szeretnénk számszerűsíteni a mennyiséget, mivel ez a legkönnyebb. Észszerűbbnek tűnik a mennyiségben hinni, és nem a minőségnek a szépségében. Hányszor végeztetek statisztikát a helyi gyülekezetben? Ki a titkár itt? Ki a statisztikus ebben a gyülekezetben? Nincs jelen? Nincs jelen. Rendben. Gyorsan összeírja a számokat, és mondja, hogy most többen vagyunk, vagy kevesebben. Hányszor végez az adventista egyház statisztikát? Ilyen 22, 24 millió, 25 millió vagyunk. Igaz? Én nem azt mondom, hogy nem bátorító, hogyha többen vagyunk. De engem nyugtatna, még jobban nyugtatna az, ha tudnám azt, hogy jobbak is vagyunk. Nem csak az, hogy többek vagyunk, hanem ha jobbak is vagyunk. Mivel a mennyiség révén próbálta bizonygatni Izrael erejét, olyan választ kapott, amely épp katonainak a számát érintette. Tudjátok, mennyibe került ez a népszámlálás Dávidnak? Bocsátta azért az Úr dökhalált Izraelre, és meghalának Izrael közül 70 ezeren. 70 ezer. Kellett Dávid statisztika? Hát adok neked statisztikát. Elég durva az isteni közbelépés. Egy másik eset az Gedeon hadserege. Amikor Isten két ízben is figyelmeztette Gedeont. Tudjátok, mi volt a figyelmeztetés Isten részéről? Isten úgy figyelmeztette Gedeont, hogy még ez a nép is sok. Még ez a nép is sok. És lényegében a következő üzenetet akarta átadni Isten Gedeonnak. Az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. Ti emberek úgy gondolkoztok, hogy ha sokan vagytok, akkor van szabadulás, van győzelem, van siker. Isten nem így gondolkozik. Az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. És emlékeztek, hányal indult ez a hadsereg? Gedeon hadserege? Bibliaolvasók? 30... 2000. Gedeon engedelmeskedett az Úr rendelkezésének, azt írja Ellen White,
engedelmeskedett, amikor azt mondta Isten, hogy nagyon sok ez a nép. És nehéz szívvel, mondja a prófétanő, nehéz szívvel látta 22 000 embert, egész seregének több mint kétharmad részét otthonába távozni. Ő megfogta a szívét, és azt mondta, hú, uram, mi lesz most? 22 000 elment az én hadseregemből. Nehéz szívvel. Ez lehetetlen. Hogy? Kétharmad a hadseregemből. Milyen dolog ez? Milyen statisztika ez? Milyen matematika ez? Thomas Hüller, teológus azt mondja, hogy bár kevesebb személy, viszont nem kevesebb ember maradt a csapatban. És Isten közölte Gedeonnal, hogy nem sok katonára, hanem a legjobb katonákra van szüksége. És amikor a világ hadseregei fegyverkezésbe kezdenek, és próbálnak minél több katonát mozgósítani, akkor figyelj csak egy kicsit az isteni logikára. Tudjátok, mennyire csökkentette le a hadsereget Isten Gedeon hadseregét? 300, mennyi százalékban ez? 99%-ot hazaküld, azt mondja, maradjon nekem 1%. Melyik józan ember gondolkozna így, hogy 1%-kal a hadseregből győzök? Ez Isten logikája. A mennyiségileg 300 katonára zsugorodott hadsereg, Isten ereje által, tudjátok, hány ember győzött le? 135 000 embert. Vagyis 450-szeres túlerővel szemben győzött. 450-szeres túlerővel szemben. Amíg a katonák száma nem csökken arra szintre, amely már azt tette nyilvánvalóvá, hogy nem Izrael, hanem az Úr fogja megnyerni a csatát, akkor még túl sok az ember. És ebből levonok egy következtetést és egy fontos leckét. Ameddig nem csökken le a statisztikákban, addigra a szám, ameddig el nem fogadjuk, hogy Isteni a csata és ő győz, addig mind fog csökkenni. Ez az isteni matematika. Hogy mi nem a sokban, nekünk nem a sokban van az erőnk, hanem a minőségben van az erőnk. Az elveink minőségében van az erőnk. Isten keresési kezdeményezését megláthatom az elveszett jó példázatában. Elhanyagolt egy jó. Lukács evangélium a 15. fejezetében, amikor Isten megtalálja az elveszett juhát, tudjátok, mi következik? Egy juhat, ha megtalál, elkezdődik az ünnep. Az ünneplés és az öröm pillanata. Az öröm nem a megtaláltnak a mennyiségétől függ, hanem az öröm a megtalált minőségétől függ. Ugyanakkor a pásztor és a jó kapcsolatának az eredménye. Pásztor és a jó között van egy kapcsolat, és az a lényeges, a minőségi kapcsolat. És a példázatban a pásztor kimegy, hogy megkeresse az egyetlen juhot, mondja Ellen White, amely a legkisebb mennyiség folytatja. És ide jön az a mondat, amit annyiszor szoktunk idézni Ellen White írásaiból, és pedig az, hogy ha csak egyetlen elveszett lélek lett volna, Krisztus meghalt volna azért az egyért is. Mennyiség, vagy minőség? Nézem Krisztus áldozatát a Golgota kereszten, és hajlandó lett volna egyetlen egyért, nem tudom hány tag van itten Kolozsváron, 270, 250 valahány tag, igaz? Egyetlen egyért a 250-ből. Isten meg elküldte a fiát, és Jézus Krisztus meghalt volna. Ezért az egyetlen egyért. A mennyei számítás egyetlen embere is kész összpontosítani. Nem a tömegeket keresi, nem a mennyiséget keresi. És Isten szeretetének minőségét sosem veszélyezteti a mennyiségek vagy a számok játéka. Az Úr hajlandó lemondani tömegekről, csak hogy megkeressen és megmentsen egyetlen egy lelket. Egyetlen egy lelket. És most jönnek a kedvenc példáim a Bibliából. A mennyiség és a minőség harcában. Az özvegyasszony két fillére. Jézus
az akkor forgalomban lévő legkisebb névértékű pénzérme révén adott egy nagyon fontos leckét a gazdagoknak, a gazdag társadalomnak. A Persely közelében foglalt helyet, egy olyan pozíciót, egy olyan helyet, ahol jól láthatta a Perselyt, és figyelte az embereket. Nem tudom, ha szoktatok ti ilyet csinálni, nem szép, nem becsületes, nem illendő dolog, hogy amikor a Persely megy előtted, hogy úgy kukucskál jobbra vagy balra, hogy mit csinál a melletted lévő. Jézus ezt csinálja most. Nézi, hogy mi történik a Perselynél. Ahogy az emberek elhozták az adományokat a templomba, és a gazdagok közül nagyon sokan vagy többen hoztak hatalmas összegeket. A szegény özvegy azonban csak két apró részpénzt helyezett a Perselybe. A menny előtt szerintem nagyon tiszta mindenki számára, hogy nem az adomány nagysága, mennyisége számít, hanem az adomány mögött álló motiváció. Erről tanultunk a szombatiskolában is. Hogy mi van az adomány mögött, milyen szív van ott. És a profétaság lelke a következőképpen magyarázza ezt az ige szakaszt. Az asszony, és kérlek minden egyes szót nagyon figyeljetek meg, az asszony nézte a kezében tartott adományt. Szoktatok ti ilyet csinálni? Mielőtt beteszitek a Perselybe, megnézitek, hogy mi van ott a kezetekben. Hogy ne nézed meg? Mindenki megnézi. Nem mindegy, hogy 5 lees teszel, vagy 500 lees, nem? Megnézed, hogy mi van ott. Tudjátok, miért nézte ez az asszony? Az adományt. Mondja Ellen White. A körülötte lévőkhöz képest semmiségnek tűnt. Viszont ez volt minden pénze. Nézte, hogy milyen kevés a többiekhez képest. De azt is tudta, hogy ez a mindene. A két fillért gyorsan bedobta Perselybe, majd távozni készült. Miért sietett, amikor adományozott? Miért dobta be gyorsan? Nem tudom, ha voltál ilyen élethelyzetben, hogy gyorsan bedobtad az egy lejés, mert több nem volt neked, azért, hogy senki ne lássa meg, hogy milyen keveset tettél. Ebben a pillanatban azonban észrevette Jézus figyelő tekintetét, majd hallotta dicsérő szavait is. Igazán mondom néktek, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet vete. És most jön a meglepetés, ami az az idézet mindig engem belülről valahogy megmozgat. Szemei örömkönnyekkel teltek meg, amikor megértette, hogy cselekedete értékelve van. Miért könnyezik ez az asszony? Mert volt valaki történelmünkben, aki meglátogatott bennünket, és aki végre hangsúlyt fektetett a minőségre. Nem tapsolta a mennyiséget, hanem értékelte a minőséget. Mi motivál akkor, amikor adakozol a misszió munkára? Mi motiválja a tetteinket, amikor kisebb vagy nagyobb összegeket ajánlunk fel? Az, hogy sokan lássák, sokan szerezzenek tudomást róla, és megtapsoljanak érte? Az adományozásban nagyon fontos a cselekedetünket kísérő gondolat. Mi az a gondolat, amit oda teszünk az adományozásban? Az egészséges motiváció erkölcsi minőséget és lelkületet tesz hozzá a mennyiséghez. És hadd következzen két utolsó példa. Emlékeztek Jézus Krisztus első csodájára? Jézus első csodatételőkor ki az, aki megdicséri a bornak a mennyiségét? Ki az, aki azt mondja, hűha, milyen sok bor van itt? Pedig volt jó sok. Egyes számítások szerint több száz liter borról volt szó. 5-600 literekről beszél legtöbb biblia kommentár. Amint a menyegzői vendégek felismerték a bor minőségét, érdeklődni kezdtek, és a szolgák beszámolóiból tudomást szereztek a csodáról, mondja Ellen White. Valóságban a bornak a minősége hívta fel az emberek figyelmét Jézus Krisztus személyére. Jézus Krisztus
még akkor is törekszik a legjobb minőségre, amikor egy egyszerű, természetes szőlőlevet helyez az asztalra. Ezt tudjátok, milyen leckét tanít meg nekem? Hogy amikor elmegyek bevásárolni a Kauflandba, vagy a Lidlbe, vagy bárhova mentek, azt nem azt fogom keresni, hogy melyik a 8 plusz 2. És nem azt fogom keresni, hogy melyik a 10%-os narancslé, hanem azt fogom keresni, hogy melyik a legjobb minőségű narancslé. Ennek legtöbben nekem azt fogják mondani, hát erre nincs pénzem. De ki mondta neked, hogy minden nap meg kell így áll 2 liter narancslevet? Ki mondta neked azt, hogy feltétlenül 3-szor, 4-szer, 5-szor, ha nem vagy beteg, ki tudja, milyen betegségben szenvedsz, kell enni napon. Ezt ki mondta el? Táplálkozásban is a mennyiségen van a hangsúly. Sajnálatos módon a mennyiségen van a hangsúly, és nem a minőségen. Ezt elmondom nem egyszer, hogy amikor bevásárolni mentek, törekedjetek minőségi dolgokat vásárolni, és nem csak a táplálkozásra, hanem az öltözködésre is. Olcsón vásárolni, tudjátok mi a folytatása? Mindig drága. Olcsón vásárolni, mindig drága. Minden helyzetben a legjobb minőségű termékek beszerzésére kell törekednünk. És ha nekem nem hisztek, akkor Ellen White-ot el kell olvasni, és meg kell nézni, amikor az öltözetről beszél, hogy milyen ruhákat vásároljunk magunknak. Amikor a táplálkozásról beszél, hogy milyen táplálékot vásároljunk magunknak. És az utolsó felvetésem az a teológiai megközelítés. Teológia, mennyiség és minőség között. Isten Mózes által adta a népének a 10 parancsolatot. De úgy tűnik, nekem nagyon úgy tűnik, és azt a következtetést vonom le, hogy a 10 parancsolat nagyon nem volt elég a zsidóknak. Nem csak a zsidóknak, nekem sokszor úgy tűnik, hogy még az adventistáknak sem elég a 10 parancsolat. Nem. Erről tanultunk a szombatiskolán ma, hogy emellé kell nekünk még a szent hagyomány, hogy még kiegészítse a 10 parancsolatot. A Tórát, Mózes 5 könyvét kibővítve írnokok egész serege által, meg a Misnát, majd a Talmudot, Talmud, amely aprólékos részletességgel írja elő, hogy mit tehet és mit nem tehet egy jó zsidó ember, így a 10 parancsolat melléjét megszületett még 613 törvény, ezek közül 248 pozitív és 365 negatív, hadd legyen elég parancsolat. Bőven minden élethelyzetre hadd legyen mennyiség. És amikor Jézus Krisztus a földön járt, kénytelen volt, rá volt kényszerítve arra, hogy újból hangsúlyt fektessen az erkölcsi törvény nem mennyiségére, hanem az erkölcsi törvény minőségére. És ezért a legszebb prédikációját, a hegyi beszédet erre összpontosítja, hogy leseperje a mennyiség porát, és előhozza a minőség szépségét. Akkoriban a zsidó hagyományok és a törvények annyira elszaporodtak, hogy Jézus Krisztusnak újból le kellett egyszerűsítnie a zsidó vallásnak a lényegét. És az utóbbi törvények, hagyományok lényegében eltakarták az egész törvénynek a lényegét és szépségét. Ajánlom mindenkinek Gyökösi Endrének a legismertebb könyvét. Tudjátok, melyik az, nem? Gyökösi Endrének legismertebb könyve. Nem tudom, 20-valahány kiadásba adták ki, vagy hagyom, hogy megkeressétek, akkor hazamentek, gyorsan megkeresitek. Van egy szép fejezet Gyökösi Endrének a könyvében, Jézus egyszerűsége. Jézus egyszerűsége. És egy idézetet hozok ebből a könyvből, betelt az idő, és Jézusnak kellett eljönni az agyon komplikált, kegyes világba, hogy emlékeztesse a világot. És a 613 törvény helyett behoz, tudjátok hányat? 2. Azt mondja, hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És
ebbe a vallásba belecsavarodott, már lassan megfojtott népet, emlékezteti a nagy parancsolatra, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Bonyolult ezt, kérdezem én? Agyon komplikáltuk az egész vallást, a teológiát. Agyon komplikáltuk. És jön Jézus a minőségi élet egyszerűségével. Az ő élete olyan egyszerű volt, hogy Máté evangélista egy mondatba foglalja össze a Jézus életét. Azt mondta egy mondatba, hogy tanított, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. És végül ebbe az egyetlen szóba belefért az egész élete. Tudjátok, melyik az a szó? Amiben nem bonyolult teológiai eszmefuttatás a Jézusi élet, hanem egy szóba belefér az egész élete. Szenvedett. Ebbe belefért az egész élete. És egyetlen szóval tekint vissza az egész életére. Összefoglalja egy szóba az egész életét. Azt mondja, elvégeztetett. Vége. És amikor megkérdezik tőle, hogy milyenek kell legyünk mi keresztények, a hívő emberek, tudjátok, milyen egyszerűséggel közelíti meg. Nem mennyiségileg, hanem minőségileg. Tudjátok, milyen kell legyen az életünk? Jézus azt mondja, olyan oké, mint a kisgyermekek. Mint a kisgyermekek. Ez a Jézusi egyszerűség. Akik bíznak az atyukban, bizakodnak az atyukban, akik elfelejtik és megbocsátják a fenyítést, mondja Gyökösi Endre, és növekedni, örülni és szeretni tudnak. És most megmarad a kérdés a végére, hogy mennyiség vagy minőség. Egy idézetet találtam, ami azt mondja, hogy könyved és barátod legyen kevés, de az legyen jó. Könyved és barátod legyen kevés, de az legyen jó. És a mennyiség és minőség között a harcban felmerül az a kérdés, hogy hány barátod van. Nem a közösségi oldalokon. Nem ott. Nem. A múlt héten is kellett nagy takarítást végezzek, hogy seperjek ki ott egy párat, hogy még engedjenek be, vagy 10-et a barátaim közé. 5000 van. Ha haza megyek, és gumidefektem lesz, mind az 5000 jön, hogy segítsen. Nehéz kérdés ez, hogy Jézusnak hány barátja volt? Hány barátja volt? Jézus Krisztusnak hány barátja volt? Ha elolvassátok János Evangélium a 6. fejezetét, láthatjátok, hogy váltakozik Jézus barátainak a száma, mert bajban ismerszik meg a barát. Itt ezt tartja a mondás. Tudjátok, a keresztnél hány barátja maradt? Egy barát ott maradt búcsúzni tőle. És ezt a párbeszédet hozom elétek felhívásképpen. Egy semmi nélkül maradt. Nem maradt semmije. A kereszten annyit mond Jánosnak, megkérhetek, hogy gondoskodj az édesanyámról. És János azt mondja, természetesen, ezért vannak a jó barátok. Ezért maradnak a jó barátok. Nem volt ott mennyiség, higgyétek el nekem. A mennyiség, mint a félénk nyulak menekültek a Golgotától. A mennyiség szaladgált össze-vissza. Ott csak minőség volt a Golgotánál. Egyetlen egy barát. A neve János. Ilyen a minőségi barátság. Ilyen a minőségi hitélet tehetnénk hozzá. Noé idejében Istennek választania kellett a mennyiség és a minőség között. Több tanulmányt olvastam, hogy hányan élhettek özönvízkor. Egyes tanulmányok 300 millióról beszélnek, más tanulmányok 600 millióig mennek fel. Tegyed a mérleg két serpenyőjébe a 300 milliót, tedd hozzá a hány emberhez? A 8 emberhez. Mit választanál? A mennyiséget, vagy a minőséget? Sodomából és Gomorából 4 ember menekül meg, de közülük csak 3 marad életben. És egy nagy ajándékot készítettem annak, aki elmondja nekem a 10 kémnek a nevét.
a 10 kémnek a nevét. A Bibliában nem a kettőt, ott nincs ajándék a kettőhöz. De a 10-nek, ha valaki el tudja volna, mind a 10-nek benne van a Bibliában neve. Ki tanulta meg azokat a neveket? Tudjátok, mit csinált ez a mennyiség a zsidó néppel? Visszament a táborba, úgy elvette a kedvüket a népnek, hogy azt mondták, ezt nem lehet meghódítani. És ezért a mennyiség befolyásért, tudjátok, mennyit keringették az ígéret földjét? De ne csak a zsidókról beszéljük, hanem mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmiben sem szenvedek hiányt. Meghívlak, hogy védj tőlem minőségi dolgokat. Tűzben megtisztított aranyat, fehér ruhát és szemgyógyító írt, és fedez fel a dolgokban és a kapcsolatokban. A minőség a fontos. Az ige azt mondja, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. És azzal a gondolattal indítottam, hogy ti mennyit akartok élni, vagy hogy akartok élni? Sokat és jól, nem? Én is azt akarom. Ezt itt nem ígérhetem meg ezen a földön. De Isten országában sokat is élünk, és jól is élünk. De kérlek, figyeljetek! Az örök élet nem az évek végtelen sokasságának, hanem a mennybéli minőségi kapcsolatunknak köszönhetően lesz különleges. Nem azért lesz különleges a mennybéli élet, hogy ott sokat élünk, hanem azért lesz különleges, mert ott minőségi kapcsolataink lesznek. Hiszen az élet minősége fontosabb, mint maga az élet. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Sokan voltál hű, ezt mondja a szöveg. Nem azt kéri, hogy sokan legyél hű, hanem azt kéri, hogy kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen.
Köszönjük szépen Bala Lorennak az üzenetet, befejezzük Isten tiszteletünket, és a 472-es számú énekünket fogjuk énekelni. 472. Szerető jó Istenünk, hálával tartozunk te néked ezért a reggelért, ezért a szombatért, a közösségért, az együttlét öröméért. Köszönjük, hogy együtt voltunk, és köszönjük, hogy itt voltál jelen közöttünk. Köszönjük, hogy tanítottál, és köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat. Tudom, hogy vannak itt olyan testvérek, testvérnők, ifjak, akik téged kerestek, hozzád imádkoztak, és eljöttek el hajlékra, hogy csendet, békességet, nyugalmat kapjanak te tőled. Köszönjük, hogy ezt megadtad. Köszönjük a gondviselést, múlt hétnek az összes tapasztalatát, és köszönjük azt a vezetést, amit csak te tudsz adni nekünk embereknek. Köszönjük, jó atyánk, a bőséget. Köszönjük a sokat, a sok áldást. De tanítsál meg, Istenünk, egy minőségi életet élni. Köszönjük szépen azt, hogy amikor a földön jártál, Jézus Krisztusunk, az egyszerű életre tanítottál bennünket. A te egyszerűséged csábító, a te egyszerűséged oly vonzó. Tanítsál meg bennünket, és segítsél meg, hogy elsajátítsuk a te egyszerűségedet. Köszönjük, jó atyánk, hogy elküldted fiadat, aki hajlandó volt egyetlen egy bűnösért feláldozni az életét. Áldozatának a gyümölcseit láthatjuk-e hajlékban ezen a napon, és köszönjük ezt a bőséges gyümölcsöt. Jó atyánk, készíts fel ezt a közösséget, ezt a népet, arra minőségi örök életre, amit te készítesz nekünk. Add, hogy együttesen örököljük az örök életet. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, megáldott népedet, Jézus által. Amen.
Kegyelem mindnyájatokkal. Amen.